Jelentős vízügyi fejlesztések valósulhatnak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, uniós forrásból jut árvízvédelemre, töltésfelújításra, védműépítésre és tájgazdálkodásra is. Javában tart a védművek őszi felülvizsgálata a vízügyi igazgatóságnál. Hétfőn Tiszabercelnél dolgoztak a szakemberek és tartottak éves beszámolót a Megyei Védelmi Bizottság első emberének, a megyei kormány megbízottnak. Feltérképezték a védelmi eszközöket, az árvizekre való felkészültség aktuális helyzetét elemezték. A védmű felújítások elsődleges célja, hogy növeljék az árvízi biztonságot. Megyénkben a Szamos-Kraszna közi és a Beregi tározó után a Tisza és a Túr torkolatánál egy új komplexum is megépülhet ebben az uniós ciklusban. A beruházás tervezése elkezdődött, mondták el a Szemlén. Jelenleg a már meglévő töltések megerősítését, felújítását végzik. Ez azért is szükséges, mert idén februárban minden idők legnagyobb jeges árvize érte el a térséget. A záhonyi vízmérő az 1970-es rendkívüli árvízszintjét mutatta. A következő évtől elkezdődő fejlesztések között egy komplex víz- és tájgazdálkodási program is megvalósulhat a Felső-Tiszán. A következő évben tehát egy nagy volumenű vízügyi fejlesztés indul el, amelyben van árvízvédelmi, belvízvédelmi és tájgazdálkodási projekt is. A stúdióban köszöntöm Bodnár Gáspár urat, igazgató urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát nagyon sok eleme van ennek a programnak, és mindig a leglényegesebbet emeljük ki. A hétfői Szemlén ugye az árvízi biztonság növelése volt az elsődleges téma tulajdonképpen. Ebben a fejlesztési csomagban milyen területekre és mire juthat forrás? Hát mindenek előtt az ország határ térségének az árvízvédelmi biztonságát szeretnénk javítani. A Kárpátokból érkező árvizek itt érik el hazánkat, tehát nagyon fontos, hogy egy kiépített védműrendszer várja ezt a jelentős vizet. Tehát itt a töltések emelése, erősítése, szélesítése zajlik. Át kell építeni a belvizet bevezető műtárgyakat, zsilipeket is, illetve dolgozni fogunk a Tivadari híd térségében is. Ezek a munkálatok elkezdődtek, ma már folynak, és abban bízunk, hogy az időjárás segít bennünket, és hosszú, kellemes őszi idő segíti a kivitelezőket a munkavégzésben. Ugye az árvízi védekezésben a két nagy komplexum, ahogyan itt a bejátszásban is neveztük, a Szamos-Kraszna közé és a Beregi árapasztó tározó megépült, most még egy hasonló védmű épülhet. Milyen paraméterekkel? Igen, a Tisza és a Túr között, a Tisza balparton tervezzük a Tisza-Túrközi tározónak a megépítését. Ez egy közel 50 millió köbméter térfogatú tározó lesz. Egy jelentős beeresztő műtárgyat kell építenünk, annak érdekében, hogy a Tiszán érkező jelentős vízhozamot meg tudjuk csapolni. Ez azért szükséges, mert nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre, tehát közel 1000 köbméternek a bevezetését kell másodpercenként biztosítanunk, akkor jelentkezik a töltések között jelentős árapasztás, és hát fontos az, hogy az ukrán kollégák is ennek megfelelően végezzék a fejlesztést, hiszen a közös ukrán-magyar fejlesztési tervben elő van irányozva Ukrajna területén, Kárpátalján és a síkvidéken és a hegyvidéken is tározóknak a megépítése, például Mezővári térségében és Tiszaújlak térségében is, akkor lesz tökéletes a rendszer, ha ezek is meg fognak épülni. Ezek a síkvidéki tározók tervezési fázisban vannak, hiszen erről már korábban voltak tájékoztatók is, vagy pedig már konkrétan előkészületi munkák is vannak? A magyar oldali tározónak a tervei heteken belül elkészülnek, tehát ezek komoly egyeztetésen mentek át. A térségben élőkkel, önkormányzatokkal, gazdákkal egyeztettek a tervezők. Nem csak árvízi célokat fog szolgálni, hanem komplex vízgazdálkodási rendszer fog kiépülni. Például a Tiszából lehetőség lesz vízhiányos időszakban szivattyúkkal vizet betáplálni a rendszerbe, szétosztani, akár öntözésre, akár a vizes élőhelyek vízpótlására felhasználni. És hát Ukrajnában pedig tudjuk, hogy elkészült a Tiszaújlaki tározónak a jelentős része, azonban az ottani gazdasági helyzet ezt megállította. Éppen ezért szorgalmazzuk, hogy mielőbb ez a rendszer épüljön meg, hiszen akkor lesz a határtérségnek a biztonsága megfelelő.
Hogyha már szóba került a vízhiány és a vízpótlás, ugye már évek óta probléma az, hogy tulajdonképpen a vízkészlettel való gazdálkodást kell, hogy olyan komplexumok segítsék, ami egyrészt jó az agráriumnak, másrészt pedig mondjuk a belvizet is elvezeti adott esetben. Ezt a programot mi fogja át a következő évben? Hát egy jelentős fejlesztés folytatódik a Beregben, kapcsolatban éppen a beregi árvíztározó építéséhez. Egy tájgazdálkodási program valósul meg, jelenleg is folynak az építési munkálatok. 60 kilométer belvízcsatorna újul meg, egyrészt segíti a belvízelvezetést, másrészt segíti a vízszétosztást, hiszen itt is két helyen a Tiszából szivattyúállásokon keresztül vizet lehet majd a vízhiányos időszakban a rendszerbe táplálni, és zsilipek, vízkormányzói műtárgyak segítségével szétosztani. Tehát ha lesz igény arra, hogy valaki öntözni akar, akkor a tiszavizet a rendszerbe be tudjuk táplálni, illetve azok a rendkívül értékes vizes élőhelyek, amik a Beregben vannak, vizet fognak kapni, ugyanis jelen pillanatban az egész felső Tisza vidékén nagyon súlyos vízhiányos állapotok vannak. Az ipari üzemeket hogyan fogja kiszolgálni ez a rendszer? Tehát milyen igény merült föl egyáltalán, ugye ezeket föltérképezték a program előtt? Ipari üzemeknek jelentős vízigénye nincs, hiszen az ivóvízellátás és az ipari vízellátás a mi térségünkben döntően felszín alatti vizekből történik. Ugyanez a helyzet gyakorlatilag Kárpátalján is. Ez ilyen szempontból szerencsés, hiszen a vízkészletek ilyen módon történő felhasználása nem történik meg, és ennek ellenére sajnos vízhiánnyal küzdünk a Tiszán, és hosszú-hosszú hónapokon keresztül a legkisebb vízállások tapasztalhatók a Tiszán és a mellékfolyóin is. Belvízes fejlesztések milyen területekre fognak koncentrálódni? A nyírségben egy nagyon komoly fejlesztés lesz a Kállai főfolyás területén és a Harangodi tározó területén. Ugye a Harangodi tározó Nagykálló közelében található, egy komoly iszapolási munka fog történni, zsilipeket felújítjuk a főfolyáson, kotrási munkálatok történnek meg. Ez egy közel 800 millió forintos munkát jelent, és úgy gondolom, hogy a nyírségi vízgazdálkodási feladatokat nagyban fogja segíteni. Az Ecsedi láb területén szivattyútelepi rekonstrukciós programot hajtunk végre. Olcsvánál és Győrteleknél két szivattyútelepnek a teljes felújítását fogjuk elvégezni, és hát a beregi tájgazdálkodási program, ami még nagyban segíti majd a térségi vízgazdálkodásokat. Ez a három belvizes nagy projekt van folyamatban nálunk. Energetikai beruházások, hiszen azok is voltak korábban. Igen, az igazgatóság komolyan gondolja a környezetbarát energia használatát. Ennek megfelelően jelenleg azt mondhatjuk, hogy valamennyi területi szakaszmérnökségünkön napelemes elektromos energiaellátó rendszer működik. Jelen pillanatban folyik 42 helyszínen, valamennyi ár- és belvízvédelmi központ területén, valamennyi szivattyútelepünk területén a napelemes rendszer kiépítése, és néhány hónapon belül azt tudjuk elmondani, hogy az igazgatóság elektromos energia igényét 85-90%-ban a napsugárzás fogja biztosítani. Az elmúlt időszakban nagyon sok minden átkerült az igazgatósághoz, és például most ebben a fejlesztési csomagban, ha én már ennek neveztem, a vízi közművek fejlesztése is szerepel. Mire juthat forrás konkrétan? Itt nekünk nagyon komoly többletfeladatot jelent az, hogy a vízgazdálkodási társulatoktól a társulati csatornákat és szivattyútelepeket átvettük, és az igazgatóságnak kell működtetni. Tehát erre fel vagyunk készülve, egy felzárkóztatási programot készítettünk, ez szerint folyik a munka, de hát a lakossági víziközmű programok is folytatódni fognak, a szennyvízberuházások és az ivóvízminőségjavító programban is vannak még távlati feladatok, ami természetesen önkormányzati feladat, de a vízügyi igazgatóságnak ebbe koordináló szerepe van. A következő évtől lesz miről beszélgetnünk. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.